Talán azzal kezdeném, hogy gyorsan változó világunkban a háború és az inflációs körülmények, valamint az energiaválság idején nem fordíthatunk hátat az illegális bevándorlásnak sem. A megalakult új kormány összetételét vizsgálva a miniszterelnök érzékeny szenzorként reagált a helyzetre. Az Európai Unió szoros szövetség, ahol a nemzetek érdekeit egyenként is kötelező figyelembe venni. A magyar kormány ezt kitartással képviselve az Európai Unió olajembargós közös döntése kapcsán elérte, hogy az egy mindenkiért, mindenki egyért elv összetartó ereje érvényesüljön. Nem lehet politikai harcok martaléka az uniós országok polgárainak életfenntartáshoz kapcsolódó alapvető érdeke. Vannak olyan helyzetek, amikor a polgárok megvédése a gazdasági prioritások tudomásul vételével valósíthatók csak meg. Ilyenkor a politikai érdekek csak kompromisszumok útján juthatnak érvényre. Európa békéjének egyik legfontosabb záloga az élni és élni hagyni elv. Az unió polgárai elvárják kormányaiktól, hogy ezt tartsák szem előtt. A cöfcök a szellemi honvédőinek üzenetét jogosnak tartva a háborúra nemet, a békére igent mond. A megtámadott nemzetnek joga van védekezni, az agressziót elszenvedetteknek olyan segítséget kell nyújtanunk, amely nem eszkalálja a háborút. A határaink mellett zajló háborúból fegyverek küldése nélkül ki kell maradnunk, felháborítónak tartjuk, ha az ártatlan lakosságon fegyvereket tesztelnek, vagy azokkal üzleti érdekből kereskednek. Európa önálló kontinens, lelkületét két világháború kirobbantása terheli, ezért kötelessége, hogy a béke megőrzésén fáradozzon. Ugyanakkor természetes érdekünk, hogy a nagyhatalmak esetleges konfliktusaikkal kontinensünk földjét ne áztassák vérrel. Vigyázó szemünk hazánkra is irányuljon, a 2002 óta tartó nemzeti összefogásunk ereje a klasszikus demokrácia követésén alapul. Kormányunk többségi akaratot elfogadva odafigyel a kisebbségi igények kielégítésére. A három a magyar igazság egy a ráadás szólás kézzelfoghatóvá tették az országgyűlési választások. A nép döntése megváltozhatatlan. 2002-től a rendszerváltást ismét elsődlegesnek tekintik a választók, ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy ez nem megy karikacsapásra. Példaként említhetjük a kommunizmusban gyökerező szakszervezetek munkájának felülvizsgálatát, a fejlődő társadalmi élethez és gazdasághoz illeszhető új törvények szükséges megalkotását. A cöccök a véleménye, hogy a kormány családokat segítő intézkedései mellett a munkavállalók érdekeit pártsemleges módon a munkahelyeken is szükséges biztosítani. Természetes, hogy a munkáltatók, tulajdonosok közös érdekeit a munkahelyi béke kialakításával, a gondoskodó állam közreműködésével szükséges megvalósítani. Etéren a szubszidiaritás elvét követve a problémák megoldását helyben célszerű orvosolni. A 2022-es választások erős, legitim kormányt hoztak létre, így előtérbe kerül az a lehetőség, hogy mindenkor érvényesüljön a rend, rendszer, rendszeresség követelménye. A népfelség elvének követéséhez megkerülhetetlen, hogy az emberek sorskérdéseiről a törvényalkotások során nemzeti konzultációk és népszavazás alapján lehessen továbbra is dönteni. Szokták mondani, hogy először mindenki a házatáján seperjen, és tegyen rendet. A civil társadalom túlnyomó része jelzi, hogy az újonnan megválasztott ellenzéki képviselők közül sokan csak saját egzisztenciájukkal törődve elmulasztják a rájuk szavazatot adó polgárok képviseletét. A választópolgárok szerint képviselőik nem tagadhatják meg a parlament szent házának rendjét, nem kerülhetik meg a képviselői jogállásról szóló törvényeket és szabályozást, jogállamiságunk tiszteletben tartását úgy tűnik szükséges az ide vonatkozó törvények további szigorításával elérni.
Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Rövid hozzászólásomban arról szeretnék beszélni, hogy újfajta kihívások érik a nemzeti szuverenitást, és nekünk, mint a civil társadalom képviselőinek fel kell hívnunk erre a figyelmet, hogy globális kihívások előtt áll a magyar kormány, és általában a nemzetek globális kihívás előtt állnak, a nemzeti szuverenitás került bizonyos értelemben veszélybe, és erre érdemes felhívni a közvélemény figyelmét. A választások, ahogy elnök úr is mondta, lezajlottak, a baloldal történelmi vereséget szenvedett Magyarországon, a konzervatív nemzeti oldal történelmi győzelmet aratott. Még mindig nagyon sok figyelem hárul az ellenzéknek a tevékenységére Magyarországon, miközben látjuk, hogy lényegében ez már nem más, mint egyfajta erjedési folyamatnak különböző lépései, ami nem változtat azon a tényen, hogy a baloldal ütőképtelen helyzetben van. Mire érdemes szerintünk figyelni? Arra, hogy az utóbbi hetekben nagyon fontos események zajlottak le a világban, globális szervezetek gyűltek össze és folytattak tárgyalásokat, mely szervezetek láthatóan arra törekednek, hogy a nemzetállamok fölé kerüljenek. És erre nagyon oda kell figyelnünk. Mikre gondolok? Két nagy gyűlés is volt május végén. Az egyiket a Világgazdasági Fórum, az úgynevezett WEF, rövidve WEF tartotta. Ennek a Világgazdasági Fórumnak a vezetője nem más, mint Klaus Schwab, egy 83 éves úriember, aki még ezt a fórumot 71-ben alakította. Kissinger tanítványáról van szó egyébként, és a Világgazdasági Fórum egy olyan szervezet, amelyik tulajdonképpen röviden úgy mondhatnánk, hogy a világ legnagyobb nemzetközi cégeit egyesíti. Ide tartoznak meghatározó média tulajdonosok, hozzájuk kötődnek meghatározó közéleti személyiségek, tudósok, közéletet befolyásoló ismert alakok, és politikusok természetesen, tehát a Világgazdasági Fórum egyfajta világhatalmi szervezet, amelyik a gyűlését most május végén tartotta, és azt lehetett tapasztalni már Klaus Schwab megnyitójában is, megnyitó beszédében, hogy nem más a céljuk, mint hogy egyfajta nemzetközi kormányzás jöjjön létre, és ez hozza meg az alapvető döntéseket a világ dolgaiban, ügyeiben. Ugye Klaus Schwab két évvel ezelőtt megírta a Great Reset című könyvét, ami a nagy újrakezdést jelenti, és hogyha jobban megnézzük ezt a fajta koncepciót, ez lényegében nem más, mint egy neomarxista, neoliberális, újfajta kommunizmusnak az elgondolása, amelyben lényegében a világkormányzás valósul meg, és az emberek bizonyos értelemben alávetetté válnak. A Világgazdasági Fórum egyik hírhet reklámja arról szól, például, amit mindenki láthatott, hogy egy mosolygós fiatalember kiáll a nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy nincsen semmi tulajdonom, de rendkívül boldog vagyok. Tehát körülbelül a Klaus Schwabi világképben ezek a tervek fogalmazódnak meg, és ezen a mostani gyűlésükön is nagyon sok fontos ember megnyilvánult, természetesen Soros György, aki nagyjából arról beszélt, hogy Oroszországot mindenképpen le kell győzni, de például elmondom, hogy ott volt Robert Habeck is, a német zöld alkancellár, aki egészen riasztó módon arról beszélt, hogy az állampolgároknak nem a saját nemzeti ügyeikre kell koncentrálni, hanem a piacok érdekeit kell néznie. Tehát az állampolgároknak és a kormányoknak is nem a nemzetük polgárai érdekeit kell nézni, hanem a globális piac érdekei szerint kell cselekedniük. Jelen volt online formában Zelenszkij is, aki elmondta a magáét, amit ugye már rengeteg helyen elmondott, és további fontos személyiségek, például megjelent egy olyan elképzelés, a Credit Suisse és a francia jegybank vezetője is jelen volt, akik elmondták, hogy 5 éven belül jegybanki digitális valutát kell bevezetni a világon, ami gyakorlatilag felveti annak a rémét, hogy a készpénz mint olyan megszűhet az ő terveik szerint, és digitális pénz váltja fel a készpénzt. Ez a digitális pénz pedig azt hiszem, hogy óriási lehetőségeket kínál a globális elitnek, hogy lényegében véve alávetetté tegye az állampolgárokat meghatározott technikákkal. Tehát magyarul, a Világgazdasági Fórumban olyan szándékok, akaratok nyilvánultak meg, amelyek láthatóan most már tényszerűvé teszik
azt, ami korábban csak egyfajta összeesküvés elméletként volt ismert, mégpedig azt, hogy valóban egy nemzetek feletti világkormányzásra törekszik, ez a globális pénzügyi, politikai, média elit, vagy ide vehetjük a közösségi csatornák vezetőit, és még további meghatározó szervezeteket, hihetetlen hatalom koncentrálódik a világgazdasági fórum kezében. Tehát ez az egyik dolog, amire érdemes figyelni. A másik, szinte egy időben ezzel zajlott a WHO, azaz az ENSZ-nek, a egészségügyi szervezetének a közgyűlése tulajdonképpen, és ez is egy érdekes dolog, mert itt a WHO-n belül egy olyan elképzelés kapott erőt, hogy a pandémiás ügyekben, a járványügyekben, Covid ügyében, vagy új járványok ügyében lényegében véve a WHO-nak át kell venni a nemzetállamok szerepét. Tehát itt is hasonlóval nézünk szemben. Ez egy Biden kormányzat januárban tette le egy javaslatot a WHO-nak ebben kapcsolatban, hogy a WHO hatalma erősödjön meg. A WHO ezt áprilisban nyilvánosságra hozta, és most dölt el az, ezen a világszervezeti közgyűlésen, hogy már most fél éven belül bevezetik ezt a rendszert, ami arról szól, hogy a WHO vezetője, egy bizonyos Tedros Ghebreyesus nevű ember, akinek a neve, ugye hát Jézus benne van, de azt gondolom, hogy nem egészen ilyen célokkal rendelkezik ez az úriember. Tehát a WHO elnökének a kezébe kerül egy olyan hatalom, hogy ő dönthetne arról, nemzetállamok fölött, ismétlem, ez nagyon fontos, kormányok fölött, hogy az egyes járványok az egyes országban hogy néznek ki, milyen intézkedéseket kell tenni, be kell levezetni kötelező oltást, le kell zárni, korlátozásokat kell bevezetni, és így tovább. Sőt, a kötelező világoltás lehetősége is felmerül, ami azt jelenti, hogy 7 milliárd embert adott esetben be kell oltani. Na, szerencsére voltak itt józan hangok, ezen a májusi közgyűlésen végül is nem fogadták el ezt a Biden kormányzat által elindított kezdeményezést, hogy a WHO-t lényegében egy nemzetek fölötti egészségügyi hatalommal tegyék. Voltak józan országok, akik ebben szembe mentek, többek között például Brazília elnöke is nagyon élesen szembe ment ezzel az elképzeléssel. Fontos tudnunk, hogy a WHO lényegében véve most már nagyon nagy mértékben magán adományokból és alapítványi pénzekből él. És ebben a Bill Gates alapítványa nagyon komoly szerepet játszik, tehát úgy fogjuk ezt fel, hogy a WHO lényegében véve nem választott emberek és nem választott kormányok támogatásából tartja fönn magát elsősorban már, hanem magánpénzekből, és ez nagyon sok mindent elárul. Hozzá kell azt is tennem, hogy sajnos az Európai Bizottság is nemrég közzétett egy állásfoglalást, hogy fokozni kell az oltásokkal kapcsolatos cselekvényeket, ami egy bizonyos összefüggés mutat a WHO törekvéseivel, és még egy apróság, Kínát bevették a WHO vezető testületébe, ami egy érdekes üzenet abból a vonatkozásban, hogy Kína, tudjuk, hogy mit művel, vagy milyen eszközökkel él ugye az oltás a vírus a pandémiával szemben, tehát hogy lezár egész egyszerűen városokat, szinte élhetetlenné téve a saját országát. Tehát Kína bekerült ebbe a vezető testületbe, nyilván modellértékűen ez a WHO számára, vagy annak vezetője számára érdekes kísérletnek tűnik. És végül a harmadikként kell említenem magát az Európai Uniót, amelyik arról szól, hogy az utóbbi hetekben azt látjuk, hogy az Európai Unió minden erővel arra törekszik, hogy megszüntesse a konszenzuális döntés, a tagállami konszenzuális döntés intézményét, és áttegye ezt többségi döntési intézményé, amelyben ugyebár a lehetőségeink korlátozódnának a tagállamoknak, és nyilvánvalóan emögött az a cél áll, hogy egy szuperföderális Európai Unió jöjjön létre, amelyben a tagállamok végrehajtják azt, amit a központ jelesül jelen pillanatban az Európai Bizottság képvisel, és természetesen számos nyilatkozatot tudnék idézni ezzel kapcsolatban, még egyik rosszabbul hangzik, mint a másik ilyen szempontból. Miért mondtam el ezt önöknek? Azért, mert úgy gondolom, hogy a magyar közvéleményben nincs elég hangsúly ezeken az eseményeken, amik zajlanak a világban. Akár a WHO belül, akár a WEF-en belül, de még a Bilderberg csoportot is ide hozhattam volna, még szintén most tanácskozott egyébként most a hétvégén. És azt kell, hogy észrevegyük, hogy nagyon fontos az, hogy a magyar baloldali ellenzéken belül Jakab Péterrel mi történik, meg sok részletkérdés nagyon fontos,
De azt gondolom, hogy ennél már sokkal fontosabb az a kérdés, hogy ezek a globális támadások a nemzeti szuverenitás ellen egyre inkább felerősödnek. Mi civilek abban tudunk segítséget nyújtani, hogy a magyar kormány eddig is példás nemzeti szuverenitás védő politikáját támogassuk, és most már ezeken a frontokon is, amelyek mentén nagyon komoly veszélyek mutatkoznak meg. De ezeket a csatákat csak úgy lehet megívni, hogyha a kormány és a civil társadalom együttműködik egymással. Tehát itt a CÖF mindenképpen odaáll a nemzeti szuverenitás védő szándékok mellé, és azt gondolom személyesen, hogy ezekről a veszélyekről, tehát a továbbiakban sokkal többet kell beszélnünk, mert ezek itt kopogtatnak az ajtókon, és nem sokára lábbal berúgják az ajtót. Tehát erre szeretném felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen! A sajtótájékoztató rámeső témája az az NGO-k folyamatos térnyerése az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusában és a pénzügyi átláthatóság kérdése. Miközben azt tapasztaljuk, hogy a Brexit okán a legtöbb fontos területen megvonásokat, megszorításokat alkalmaz az EU költségvetése, eközben arra lehetünk figyelmesek, hogy a korábban előirányzott 947 millió euró helyett most már 1,9 milliárdot fog az NGO kör, az NGO közössége kapni jogérvényesülés, jogok és értékek program keretében az Európai Unióban. Ezt egyébként az Európai Parlament úgynevezett LIBE bizottsága lobbizta ki. És ezen túlmenően azt is láthatjuk, hogy a pénzügyi juttatások mellett egyfajta hatalmi koncentráció és növekedés is megmutatkozik ezeknél a szervezeteknél. Hogy miért aggályos az NGO-k működése az Európai Unióban? Nagyon egyszerű, azért, mert az Európai Unión kívülről érkező pénzekből tartják fel ezeket a szervezeteket. Tehát itt nem csak Magyarország szuverenitásáról, hanem az Európai Unió szuverenitásáról is szó van. Az ukrán-orosz háború vagy orosz-ukrán háború kapcsán megtapasztalhattuk, hogy milyen fontos egy ország szuverenitása, és erről nagyon sokszor is beszélnek az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy ezt a jó szokását Brüsszel meg kellene, hogy tartsa. Egyrészt a tagállamok tekintetében, másrészt a saját maga intaktsága és integritása kapcsán. Az alábbi javaslatokat fogalmazzuk meg azzal, hogy kiinduló pontként rögzíteni szeretnénk, hogy a CÖFCÖK a messze menőkig, vagy a legmesszebb menőkig támogatja az állami számbevőszék előirányzott jogosultságát az NGO-k pénzügyi átláthatóságának vizsgálata kapcsán. Mi egyébként az NGO-knál egy úgynevezett kettős pénzügyi átláthatóság elvét támogatjuk. Ez azt jelenti, hogy egyrészt az Egyesült Államokban, Németországban és például 94 óta Izraelben is alkalmazott módszert szorgalmazzuk, tehát hogy kötelesek az NGO-k elszámolni forrásaik eredetéről és donorjaik, támogatói kilétéről. Itt különös tekintettel, még egyszer nyomatékkal aláhúzom, hogy az Európai Unió külső határain túlról érkező donorokról van elsősorban szó. A kettős pénzügyi átláthatóság másik elemét pedig a belső donációk, belső adományoknak a teljes átláthatósága kapcsán fogalmazzuk meg, és ebben játszhat szerepet az a jogkör, amely most az előirányzat szerint meg fogja illetni Magyarországon az állami számvevőszéket. A következő javaslatunk, amit egyébként eljuttatunk az Európai Bizottság elnökasszonyának is levélben, az az, hogy miután az NGO-knak jelenleg, a nemzetközi NGO-knak közvetlen kapcsolata van a bizottság főigazgatóságaival, ezt vagy szüntessék meg, vagy pedig teremtsék meg annak a lehetőségét, hogy az egyes tagállamok törvényhozásai delegálhassanak ugyanúgy a főigazgatóságok mellé egy-egy tagállami civil szervezetet, aki ugyanolyan konzultációs jogkörrel és befolyással rendelkezik, mint a nemzetközi
NGO-k, és végezetül az Európai Parlamentben meg kell teremteni a szuverenista lobbizás lehetőségét ugyanolyan feltételek mellett, mint ahogy most ez a nemzetközi NGO-k számára fennáll, mint opció. Azt látjuk ugyanis, hogy egyes bizottságokban, különösen az Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Bizottságban, az úgynevezett LIBE bizottságban, a nemzetközi NGO-k befolyása az olyan túlzott mértékű, amely egyáltalán nem áll arányban azzal, amely a szuverenista civil szervezeteknek a szerepének a súlyát indokolná. Csak hogy egy példával demonstráljam, Magyarországon több mint 60 ezer bejegyzett civil szervezet van. Ebből néhány tucat a nemzetközi NGO, de a nemzetközi befolyásuk, vagy akár az Európai Unióban betöltött befolyásuk jóval túlnő ezen a számarányon. Tehát ezt a rendkívül kiegyensúlyozatlan, aszimmetrikus helyzetet szeretnénk felszámolni a jövőben, és ezzel kapcsolatos javaslatainkat, ahogy még egyszer, ahogy elmondtam, még egyszer rögzítem az Európai Bizottság elnök asszonyának megküldjük. Köszönöm szépen!